Sok szeretettel köszöntünk minden kedves hallgatót az Okostesi Gondolatok podcast sorozat második adásában. Az Okostesi Gondolatok podcast jellegében rövid, 5 perces időtartamban dolgoz fel érdekes gondolatokat. Amennyiben tetszik az adásunk, regisztrálj és keresd meg a podcast menüt az okostesi.hu oldalon, hogy még több tartalomhoz férhes hozzá. Mai podcast címe az implicit tanulás elméletének és gyakorlatának alapjai. Az implicit tanulásnak sajnos nincs rövid magyar kifejező neve. Alapvetően olyan tanulási folyamatról van szó, melyben egy mozgásos cselekvés helyes kivitelezése, elsajátítása, folyamatos, változatos gyakorlás során, de nem teljesen tudatos módon történik. Ilyen például, amikor gyermekként megtanulunk biciklizni, vagy az anyanyelvünkön beszélni, de igazából semmilyen, vagy csak minimális szabályt, vagy összefüggést sajátítunk el tudatosan elfogadott tény, hogy a mozgástanulás folyamatát a feladat végrehajtására vonatkozó instrukciók és a végrehajtásról kapott visszajelzések mennyisége, tartalma jelentős mértékben befolyásolja. Az instrukcióknak alapvetően két fajtáját lehet a figyelem fókuszálásának szempontjából megkülönböztetni. Abban az esetben, ha az instrukció a végrehajtandó mozgásos cselekvés hogyan jára, vagyis annak térbeli időbeli és dinamikai jellegzetességeire vonatkozik, akkor úgynevezett belső figyelmi fókuszú instrukciót alkalmazunk. Ez az egyik leggyakrabban alkalmazott instrukciós forma, amikor magára a végrehajtandó, elsátítandó mozgásos cselekvés térbeli, időbeli és dinamikai szerkezetére vonatkozó információkat adunk, melynek figyelembevételével hajtjuk végre az adott mozgásos cselekvést. Más szavakkal kifejezve, az ilyen típusú instrukció, a végrehajtás szempontjából a mozgás kivitelezésének folyamatára, elemeire, részleteire irányítja a figyelmet. Ezért az ilyen jellegű instrukciót belső fókuszú instrukciónak nevezzük. A mozgásos cselekvések végrehajtására vonatkozó instrukció másik fajtája a külső fókuszú instrukció, amely ellentétben a belső fókuszú instrukcióval nem az elsátítandó mozgásos cselekvés térbeli, időbeli és dinamikai jegyeire utal, hanem az adott cselekvés által a környezetben bekövetkező elért eredményre hatásra helyezi a hangsúlyt. Az ilyen jellegű instrukció nem írja elő pontosan a mozgásos cselekvés térbeli, időbeli és dinamikai jegyeinek megfelelő végrehajtását, hanem az adott mozdulat fővezető műveleteire vonatkozóan ad szempontokat, míg a mozdulat részletes kidolgozásában, annak apró részleteire vonatkozó kivitelezésében szabad teret enged az egyéni sajátosságoknak, és az aktív felfedezés tapasztalatszerzés lehetőségének. Az előző gondolatok következménye, hogy az implicit tanulás során az adott mozdulat kivitelezésének hogyan járól nem tudunk sem írásban, sem verbálisan teljes részletességében beszámolni. Más szavakkal kifejezve, csak elsajátítjuk a mozdulatot, de igazából nem tudunk a végrajtása vonatkozó összefüggésekről tudatos módon teljes részletességgel beszámolni. Az ilyen tanulási környezet jellemzője, hogy próba szerencse, aktív próbálkozások eredményeként alakul ki a helyes végrehajtás. Az implicit tanulás további jellemzője, hogy minimálisra csökken a végrehajtásra vonatkozó instrukciók száma, és helyette olyan kényszerítő eszközök kerülnek alkalmazásra, ami az adott tanulási végrehajtási szempontot kikényszeríti a gyakorlás során. Ez azért jó, mert csökkenti a központi idegrendszer terhelését és szabad teret biztosít a mozdulat tapasztalati úton történő felfedezésére, és ezzel az optimális, egyénre jellemző végrehajtás kialakítására. Továbbá tudományos kutatások igazolják, hogy az így elsátított tudás nyomáskényszer alatt is sikeresen előhívható, végrehajtható. Az ilyen jellegű megközelítés a mozgástanulás kezdő szintjétől a professzionális szintig bármikor alkalmazható. Alapvető követelmény, hogy olyan eszközöket alkalmazzunk, ami valóban kikényszeríti, rávezeti a mozgásos cselekvés vagy sportági technika megfelelő térbeli, időbeli és dinamikai szerkezetének elsajátítását. Az implicit tanulásnak és a tanításnak az a legfontosabb jellemzője, hogy nem, vagy csak minimálisan adunk a végrajtásra vonatkozó instrukciót. Ez azt jelenti, hogy nem a végrajtás minden részletére kiterjedő hogyanja kerül a fókuszba, vagyis nem belső fókuszú a figyelem, hanem az eszközhöz való igazodása fontos, vagyis a külső fókusz. Az egyik kedvelt módszer a már említett kényszerítő eszközök alkalmazása, ahol csak nagyon minimális instrukciódásra van szükség, mert maga az eszköz és a végrehajtás során kapott azonnali visszajelzés segíti a leghatékonyabban a mozgástanulás folyamatát. Ennek megfelelően a tanítani kívánt mozgásanyagot bontsuk szét elemi összetevőire, ha az túl összetett, és teremtsünk kényszerítő eszközökkel változatos tapasztalatszerzési lehetőséget tanítványainknak. Kerüljük az állandó a végrehajtásra vonatkozó instrukciókat és a korrekcióra vonatkozó visszajelentéseket, mert függővé válnak tőle a tanítványok, és leszoknak az aktív próbálkozásról. Ne féljünk attól, hogy esetleg nem helyesen hajtják végre a tanulók a feladatot ha nincs ismétléses gyakorlás, hanem az adott mozgásos cselekvés sokféle variáción szereznek a tanulók tapasztalatot, nem fog a mozdulat rosszul Összességében úgy gondolkodjunk a tanulási környezet kialakításával kapcsolatban, mintha nem, vagy csak minimálisan tudnánk kommunikálni verbálisan a tanítványainkkal. Az implicit tanulási környezet kialakítása ebből fakadóan az előkészítésben kíván meg alkotó, tervező munkát, míg a gyakorlás során inkább osztálymenedzselenti, kommunikációs feladatok kerülnek előtérbe, és nem a végrajtására vonatkozó kommunikáció és visszajelentés.